Köszöntök mindenkit ezen az esős vasárnapon. Még nagyjából másfél napig szükség lesz az esernyőkre, és a mélypont még csak előttünk van, legalábbis ami a hőmérsékletet illeti. Hétfőn számíthatunk ugyanis a leghidegebb napra. De a jövő hét többi része sem lesz változatosságtól mentes, de mielőtt erre rátérnénk, leteszem az esernyőt, ugyanis már nem lesz rá szükség, legalábbis itt bent. Ha a tegnap éjszakai radarképre tekintünk, egy érdekességre lehetünk figyelmesek, ez pedig nem más, mint ez a fényes csík itt a Dunántúlon. Ez maga a hideg front, amely nyugatról kelet felé haladva egyre nagyobb területet hódított meg, így érkezett át hozzánk a hidegebb levegő. Az előttünk álló éjszaka továbbra is csapadék várható, felhős lesz az ég, és továbbra is számítani lehet a Dunántúlon és északkeleten viharos széllökésekre. A hőmérséklet jellemzően 5 fok köré süllyed majd, de a Nyugat-Dunántúlon 1-2 fok is előfordul, illetve a magasabban fekvő helyeken akár havas eső, illetve a kimondottan magas helyeken havazás is kialakulhat. Napközben már szűnni kezd a csapadék, délutánra a nyugati és a legkeletebbi területeken már nem számítunk esőre, a legtovább itt az ország középső harmadán eshet, ott akár egészen késő estig még szükség lehet tehát az esernyőkre. Emellett a légmozgás, illetve az északnyugati északi szél továbbra is erős marad, illetve az itt látható területeken viharos 60 km/h, akár jóval meghaladó széllökésekre is készülhetünk. És ha a következő másfél nap csapadék összegét tekintjük, ez természetesen csak egy becslés, de az leolvasható, hogy a Dunántúl középső részén és a Dunatisza közén számíthatunk 20-30 mm csapadékösszegre, de az is látható, hogy az ország nagyobb része azért nem marad szárazon, mindenképpen jó hír ez a mezőgazdaság számára. Kedre aztán elhagyja térségünket a csapadékot adó ciklon, ekkor már felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, és a hőmérséklet is emelkedésnek indul. Szerdán még tovább emelkedik majd a hőmérséklet, viszont fontos kihangsúlyozni, hogy hajnalban néhol talajmenti fagy is lehet a gyengülő szél és a kevés felhő miatt. Hogy pontosan hol, az most még nem látszik tisztán, a következő napok előrejelzései majd választ adhatnak erre is. Csütörtökön aztán ismét egy front érkezik, és nyugatról kelet felé ismét egyre több felé kell majd akkor számítani esőzésekre. Az alábbi képet a mai nap során készítették észlelő kollégáink az Írótkő környezetében. 6-700 méter felett ott már megmaradt a hó. Semmiképpen sem megszokott, mindenképp egy érdekes jelenség ez, és a holnapi nap során már akár az északi középhegység magasabb csúcsain is készíthetők lesznek hasonló képek. Nekik köszönjük szépen ezt a képet, én pedig megköszönöm a figyelmeteket. Sziasztok!